Sziasztok, hüvelyes bombont készítünk egy jó tojás likőrös töltelékkel. Ehhez feltettem már ide vízgőzre melegíteni 140 g fondánt. Erről van videó receptünk, hogyan kell elkészíteni. Tettem hozzá 110 g fehér csokoládét. Ezeket így egybe felolvasztom. Közben megkészítettem ide 170 ml tejszínt, állati tejszínt. Ezt is felmelegítem. Teszek bele egy vaníliarúgnak a kikapart belsejét. Ezt így elhasítom. Nem is kell kikaparnom, csak beledobom. Ide készültem még egy tojásnak a sárgájával, illetve 10 ml tiszta szesz. Ha nem kapunk tiszta szeszt, akkor jó fehér rum vagy vodka, csak akkor esetleg kicsit többet tegyünk bele. Növelhetjük a mennyiségét ízlés szerint. Közben a tejszínem az felforrt, kiszedem belőle a vaníliarudat, erre már nincs szükség, le is zárom. Én szeretem egy picit a sárgáját hőkezelni mindig, úgyhogy gyors keverés mellett csak beledobom. Gyorsan elkeverem, így nem fog becsomósodni. És így, ahogy van az egészet, ráhintjük a fondára és a fehér csokoládéra, és így szépen együtt elolvadnak. Így egy főzéssel elkészítettem a ganást és a tojáslikört. Most már nem olyan meleg, beletehetjük az alkoholt is. Ha csomómentes, akkor le is vehetjük, kihűtjük, és egy kicsit ki fogom habosítani. Amíg kiül a töltelék, addig elkészítjük a bombon hüvelyeket. Ehhez jó néhány eszközre szükségünk van. Először is egy jó minőségű csokoládéra. Ezt én már felolvasztottam és letemperáltam. Hát ugye egy bombon hüvely formára szükségünk van, amit elő kell most készítsek. Ehhez kell nekem egy hajszájból. Egy picit fel kell, hogy melegítsem, mert hogyha hideg, akkor beleköt a csokoládé azonnal, ahogy beleöntöm, és buborékos lesz. Picit rámelegítek. Törlőkendővel vagy zsebkendővel kipoligozom a kis üvegeknek a belsejét. Ne legyen benne sem vízcsepp, sem kis viszkőfolt, sem hogyha használtuk már esetleg, akkor kis foltokban ne legyen benne a kakaóvaj, csokoládé. Úgyhogy így szépen az összesen végigmegyegetünk. Egy kenőkés, egy spaklikés, két fakanál, és nagyon hasznosan van nekünk egy digitális maghőmérőnk. Ezzel le tudjuk ellenőrizni a csokoládénk hőmérsékletét. Azt, hogy letemperáltam, az annyit jelent, hogy felolvasztottam a csokoládét, mozgatás közben hűtöttem vissza 28 fokra ezt a fajta csokoládét, aztán visszamelegítettem olyan 31 és 34 fok közé. Most nekem a hőmérsékletem, megnézzük, 30,5 fokos. Ilyenkor, de kicsit folyékonyabb legyen, könnyebben tudjunk dolgozni vele, érdemes picit rámelegíteni. Rámelegítésnél arra vigyázzunk, ne menjünk fel 38 fok fölé, mert akkor újra kell temperálnunk a csokoládét. Az előkészített bombonformámba belöntöm a csokoládét az üregeibe, illetve jól nyakon öntöm az egészet. Ilyenkor azért már gyorsan kell dolgoznom. Bátran teleöntöttem, letesszük, megrázogatjuk, megütögetjük. Ilyenkor az alján lévő buborékok följönnek a felszínre. A fölösleges csokoládénkat visszaszedjük, visszatoljuk az edénybe, és körbe lepucoljuk a bombonformát. Ezért érdemesebb ilyen polikarbonát formát vennünk, könnyebb vele dolgoznunk. És ha veszünk formát, olyat válasszunk, ami átlátszó, mert alá tudunk nézni, meg tudjuk nézni, hogy vannak-e benne még buborékok. Na jól látom, nincsen, de ez majd kiderül a végén. Amit beleöntöttem, azt most kiöntöm. Megfordítom, érdemes akkor megütögetni. Akkor szép egy bombon, ha minél vékonyabb a csokoládé az oldalfalán. Még egy vágódeszka. Erre lehelyezem a kettő fakanalamat, és ráhelyezem úgy a bombon formámat, hogy ne a fakanalak ne az üregek alatt legyenek. Meg azért van itt szükség, mert így egyenletesen folyik ki le az oldalán a csokoládé, és ha fordítva dermeszteném, akkor alulra befolyna a csoki, az oldalán spicces lesz, de spicces lenne. Így viszont egyenletes lesz mindenhol a külső burok. Jó, most meg kell várnom azt a dermedési kristályosodási pontját a csokoládénak, amikor már nem folyik, de még vágható. Akkor le fogom húzni a sorját. Megdermedt annyira a bombon hüvelyünk, amennyire kell. Ilyenkor egy pakli segítségével lehúzzuk a sorját, illetve letoljuk. Arra nagyon vigyázzunk, hogy fémeszközzel ne menjünk bele a belsejébe, ne karcoljuk össze a formánkat.
mert ezek a karcolások meglátszódnak később a csokoládénak a felületén. Közben a tojáslikőr töltelékem lehűlt, egy picit kihabosítom. Egy pici tartást szerettem volna adni a krémnek. Amúgy sokféleképpen variálhatnánk ezt a krémet, készíthetnék mondjuk tejcsokoládéval és whiskyvel, és akkor egy finom bélvízes krémet kaphatnánk, és akár tortába is tölthetjük. Szükségem van nyomózsákra, be lehetetném úgyis a bombon formában, úgyhogy nem habosítom ki. Egyszerűen csak azért készítem így, mert gyorsabban meg fog benne kötni, gyorsabban tudok dolgozni vele. Jó, egy pici lukat vágok rá. Figyelnünk kell, amikor betöltjük a kis hüvelyeket, hogy ne töltsük teljesen tele, kb. 3 mm-rel a teteje fölött hagyjuk abba a töltést, ugyanis még egy csokoládi talpnak is kell helyet hagynunk. A töltelék megdermed benne annyira, hogy már ne folyjon, hogy elkezdhetjük a talpazást. Ennek annyi a lényege. A csokoládét közben ilyenkor érdemes mindig összekaparni, újra rámelegíteni, hogy használható maradjon. Ellenőrizzük, hogy nincsenek benne csomók, és megint nyakon öntjük az egészet. A kenőkésünkkel először egy 45 fokos szögben így végig húzzuk, hogy mindenhova betömörödjön. Ha picit ide képződik, akkor megint. Ekkor érdemes egy picit megütögetni a formát, buborékmentesítjük. Aztán így deégszögbe állítjuk, és lehúzzuk a fölösleges csokoládét. Ne legyen sehol máshol most már csokoládén, csak a bombonok alján, tehát tiszta legyen nagyjából a bombon formánk. Lepucolom még az oldalát, és most betehetjük hűtőbe, egészen addig, amíg alánézünk, és látjuk, hogy buborékok képződtek a forma és a csokoládé réteg között. Úgy tudjuk már kiszedni belőle ugyanis, hogy a hideg hatására a csokoládénk összeugrik, a forma persze ugye nem, így elválik a formától, és akkor ki tudjuk szedni a csokoládénkat. Megyünk hűtőbe. Kivettem a hűtőből a bombonunkat, ha alánézünk, láthatjuk, hogy bebújt a légbuborék a csokoládé és a forma közé, ilyenkor biztos, hogy ki fog már jönni a formából. Egyszerű módszerrel tudjuk kivenni, ráfordítjuk egy gyors mozdulattal az asztalra. Ilyen, picit ilyenkor még megütögetem, és kipotyognak a bombonjaink. Ami esetleg még benne maradt, azt óvatosan odafordítom, az már ki is esett, és egy picit ráütök.